Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Isten mindig velünk van, sőt, gondoskodik rólunk. Erről szól a mai evangélium. Kérjük hát, hogy még inkább értsük meg a Szentlélek erejét. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Vezess bennünket, hogy megértsük és felfogjuk, mennyire szeret minket az Isten. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Olvasom a Márk evangéliuma 3. fejezet 13-tól a 18-ig. Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok oda mentek hozzá. Létrehozta a 12-t, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket igét hirdetni. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket. Ezt a 12-t választotta ki, Simont, akinek a Péter nevet adta, ezen kívül Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergésznek, azaz Mennydörgés fiainak nevezett el, és Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a Kánaáni Simont, és az Iskarióti Júdást, aki elárulta őt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézus felment a hegyre. Nem írja le, hogy mi történt azon a hegyen. Más evangéliumi szakaszokban viszont tudjuk, hogy Jézus egész éjszakát imában töltötte. Együtt volt az Atyával. Ki tudja, hogy történt az az ima, az az együttlét, de ez biztos, hogy beszélgetett az Atyával, hogy kiket válasszon ki azok közül, akiket ők követték, a tanítványok közül. És név szerint emlegeti, de mielőtt a neveket olvassuk, azt látjuk, hogy nem csak magához hívta őket, és oda mentek, hanem, ami lényeges, arra hívta őket, hogy vele legyenek. Sokszor úgy tekintünk az apostolokra, akik mennek és hirdetik az evangéliumot, akik esetleg gyógyítanak, vezetik az egyházat. De az első, amire őket hívta, hogy vele legyenek. Ezért is olyan fontos, hogy papjaink, püspökeink nagyon imádságos emberek legyenek. Mondják a zsolozsmát, értünk az egyházért, a növekedésért, a Krisztus kapcsolatért, Isten országáért. És igazából Isten vágyik arra, hogy vele legyenek, hogy vele legyünk. És miután ez megtörtént, azután küldi őket, hogy hirdessék az evangéliumot. Az evangélium hirdetésének akkora ereje van, hogy hatalmat kaptak, hogy az ördögöket kiűzzék. És lehet, hogy egyeseknek ez megmosolygandó, hogy ördögöt, igen, a gonosz nagyon is működik a világban. Talán nem olyan látható formában, hogy háborúk alakulnak ki, hanem különböző nehézségek, problémák, félelmek, hitetlenségek, szakadások, betegségek, gondok alakulnak ki. És megkapták az apostolok azt a szabadító hatalmat, amit Jézus is tett, mikor ördögöt űzött. És milyen jó, hogy ki választott embereket személy szerint. Hálásak vagyunk Jézusnak, mert ma is kiválaszt embereket, püspöknek, papnak, hogy szolgálják az egyházat, hogy teljes szívvel, odaadottsággal, a lélek erejével, imádságban szolgálják a népet. Nagyon hálás vagyok Istennek a papjainkért. Sokszor tudjuk őket kritizálni, hogy ez se jó, az se jó, ez sem megfelelő, azt is lehetne jobban. És mégis mennyire fontos, hogy hálát adjunk azért, hogy vannak.
hogy igent mondanak minden nehézség, minden furcsa helyzet ellenére, amibe belekerülnek. És azért olyan fontos, hogy igen, imádkozzunk értük. Bevallom, hogy én minden este, az esti imámat, a vesperást értük ajánlom. Mert ők minket szolgálnak. Nem azért lettek kiválasztva, mert ő annyira kiválóak, hanem azért, mert Isten küldi őket, hogy igen, szolgálják a népet. És mégis ebben a küldetésben egy fontos pont, hogy vele legyenek. És ez a dolog, ami ide van írva, hogy vele legyenek, ez a mi elhívásunk is. Mert Jézus minden tanítványát oda hívja magához közel, hogy vele legyenek. És nem azért imádkozunk, mert ez elvárás, mert így kunyízunk ki valamit az Istentől, hanem Isten szeretetében arra hív, hogy vele legyünk, és megértsük az ő titkát. Megértsük azt, hogy miért választ ki embereket az egyház javára. Hálásak vagyunk Istennek a papjainkért. Gondoljuk végig, kik azok, akiket mi ismerünk, személyesen. Szoktunk-e értük imádkozni? Hálások lennénk-e Istennek, hogyha a családunkból valakit papnak hívna? Vágyunk-e erre? Vagy félünk tőle? Isten csodálatos, meghívott. Imádkozzunk és adjunk hálát a papjainkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Köszönjük Jézus, hogy te elhívtál papokat. Köszönjük Jézus, hogy elhívtad őket, hogy veled legyenek, és hogy hirdessék ebből az erőből az evangéliumot, az örömhírt. És kérünk, oltalmazd őket minden helyzetben. Adj a szívükbe békét, hitet, reményt és szeretetet. Adj nekik pásztori szívet, és add, hogy szentek lehessenek. Köszönjük neked, Istenünk, őket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.